Megint egy olyan vereség, ami után a mutatott játék alapján nem lehetnek szomorúak a PSE szurkolói, illetve elégedetlenek a szakvezetők. A harmadik helyre nagy esélyes Újpest ellen ugyanis ki lehet kapni. A futballt örök igazsága döntött, ahogy az ilyen kiegyenlített mérkőzéseken lenni szokott, amelyik csapat képes a kevés gólhelyzetéből legalább egyet értékesíteni, azért lesz a 3 pont. Igaz, az Újpest mindkét gólja paksi szempontból roppant balszerencsés körülmények között durva egyéni hibákból esett. A PFC-ben bemutatkozó, egyébként rutinos, télen érkező új játékos Bobál Dávid még a második félidő elején 0-0-ás állásnál a 60. percben egy ritkán látható ügyetlen mozdulattal öngólt vétett, majd 8 perccel később a 16-os vonalánál 11-est érően buktatta az Újpest legjobb csatárát, Traorét. A büntetőt maga a sértett értékesítette, és ezzel beállította a 2-0-ás végeredményt. Nyilván Bobán ezzel az egyik fő okozója lett a paksi vereségnek, de Csertői Aurél meccs utáni értékelésében óva intett attól, hogy Bobált bűnbakként emlegessék, akkor, amikor a többiek sem teljesítettek úgy hátul, a középpályán is elől, ahogy az kellett volna. Nem mondjuk azt, hogy szegény Dávid, már azt mondom, hogy a többiek se játszottak jobban, de hát főszereplője volt sajnos ennek a mérkőzésnek. Benne van egy futballista életében. Tehát kihagyta a kihagyhatatlant, és rúgott egy öngót, megint 11-et csinált, de nem verjük rá, mert ez nem így szokás. Tehát a hiba mindenképpen van, megkérdeztetem, hány csinált, meg jól, tehát valahol, de hát ott a kapu mögött az mindig a bekkeken múlik, ők hibáznak, akkor annak gól. Azzal viszont foglalkoznia kell a szakvezetésnek, hogy az utóbbi időben bármilyen összetételű is a paksi védelem, jönnek a ki nem kényszerített hibák hátul, aminek általában pontvesztés, de még inkább vereség a következménye. Sajnos mostanában nagyon sokat hibázunk, tehát nem tudjuk nullára hozni a meccseket. Tehát azért mondtam, hogy NB1-ben ezek a hibák nem férnek bele, tehát így nem lehet meccset nyerni, hogy ez elég sok ez a hiba. Tehát azért nem egy jó, rossz csapattal játszottunk. Az Újpest közelebbi, illetve távolabbi múltban elért 7 döntetlen után felettébb örült a Paksról elhozott 3 pontnak, amelyel a harmadik hely megszerzésért folytatott harcban 3, illetve 4 pontos előnyre tett szert az ebben a fordulóban vereséget szenvedő Debrecen, illetve a budapesti Honvéddal szemben. It was good time for us because... Tartottam a Paks elleni meccstől több okból is. Részben a múltbeli sikertelenség miatt, de legfőképpen azért, mert ezeken a meccseken, ha visszanézzük, többször is meg tudott lepni bennünket a paksi csapat a mérkőzésen belüli változtatásokkal, az egyéni teljesítmények följavulásával, amire nem tudtunk eléggé gyorsan és hatékonyan reagálni. Most is az első félidő hasonlított a sok X-es meccshez. Megvoltak a lehetőségei egyébként az ellenfelünknek is a gólszerzése. Azt hiszem döntő momentum volt, hogy mi szereztük az első gólt, de ettől kezdve már inkább a mi kezünkben volt a mérkőzés irányítása. Őszintén szólva tényleg remekül játszottunk, és egy szervezett paksot sikerült legyűrnünk a második játékrészben, és értékes 3 pontot szereztünk. Nyilatkozta a mérkőzés után az Újpest szerb vezető edzője Nyebojše Vignjejevics.